Nők és gyerekek számára biztosít szállást a Csákberényi Református Turistaház, akik az orosz-ukrán konfliktus miatt voltak kénytelenek elhagyni hazájukat. A családok férfi tagjai többnyire már ezelőtt is Székesfehérváron dolgoztak, a feleségek és a gyerekek éppen ezért jöttek Magyarországra. Larisa Nazarova gyermekeivel a Harkovi régióból érkezett. Elmondása szerint minden szükséges segítséget megkapnak a Csákberényben és a környéken élőktől. A férjem itt dolgozik Székesfehérváron, ezért döntöttünk úgy a négy gyermekemmel, hogy utána jövünk. A rokonaim közül néhányan és az idősebb családtagok egyelőre Ukrajnában maradtak. Nagyon szépen köszönjük azt a fogadtatást és ellátást, amit az itteniek biztosítottak számunkra. Vécsei László polgármester elmondta, hogy Csákberényben nagyon sokan küldenek különböző jellegű adományokat a családoknak. A falu közössége rendkívül összetartó és megértő, nagyon nagy szeretettel fogadták a menekülteket. Mindenki hozza a süteményét, a kis házi terményét, bevásárolnak nekik, úgyhogy már kellett kérnünk, hogy egy picit lassítsanak, ne fogyjon a lendület az első napon. A menekültek elhelyezésében és ellátásában többek között az országos katasztrófavédelem munkatársai segítenek. A katasztrófavédelem azokat a háború elől menekülőket helyezi el, akiknek abszolút nincs hová menniük. A határmenti idegenrendészeti gyűjtőpontokon és a budapesti pályaudvarokon is katasztrófavédelmi összekötők látnak el szolgálatot a nap 24 órájában. Ők felmérik, hogy hányan vannak azok, akiknek nincs hová menniük, felveszik a kapcsolatot az operatív törzsel, és az operatív törzsek ez alapján kiválasztják azokat a megfelelő befogadó helyeket, ahova segítünk eljutni a háború elől menekülő embereknek. A Csákberényi Református Turistaházban folyamatosan várják az adományokat, melyekkel segíteni tudják a menekült családokat.